Az ásványi anyagokban és nyomelemekben gazdag só nem csak napjainkban rendelkezik kiemelkedő jelentőséggel. Már a középkorban az ételek ízesítésén kívül tartósítószerként is használták, a rendszeres áruforgalom megindulása előtt pénzhelyettesítő funkciót is betöltött. Akár meglepetés, akár nem, de a gazdaságtörténeti irodalom nagyon-nagyon sokat foglalkozik természetesen hát a bányákkal, a bányászattal, és azon belül pedig a külső bányászattal is. Szóval, hogy ha ezeket az irodalmakat olvassuk, akár monográfiákat, akár tanulmányokat, akkor szinte mindegyik azzal kezdi a történetét, mert fel akarja vezetni a témát, hogy vagy azt mondja, hogy Magyarország milyen gazdag, vagy milyen gazdag volt, mert értem szerint itt most a történeti Magyarországról beszélünk, milyen gazdag volt bányakincsekben, és akkor itt nem csak a kősó természetesen, hanem az arany, az ezüst és az egyéb más színes fémek, vagy a másik, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a mai kor embere nehezen tudja érzékelni azt, hogy a sónak, itt most, ha nagyon pontos akarunk lenni, akkor a kősónak milyen szerepe volt az emberek életében, mert hogy nem is az emberek életében, hanem a állattenyésztés. Tehát alapvetően azért válik a kősó olyan fontossá, mert az állattenyésztésben ugyanolyan fontos eledel, mint bármi más az állatok számára, ezért tehát nagy tömegben, tehát úgy kell értenünk a nagy tömegben, hogy több mázsát is elfogyasztanak egy hatalmas nagy szarvasmarha csordában, és hát tőlünk nem is olyan nagyon messze, itt, ahol mi most itt ülünk, Szabolcs megyében, hát tőlünk ugye nem is olyan nagyon messze, itt hatalmas nagy szarvasmarha csordák voltak mindenhol, hiszen itt van a Hortobágy, itt van az Alföld, úgyhogy érthető az a dolog, hogy a térségben rengeteg só fog áramolni majd. A kősó bányászat szempontjából az erdélyi, a máramarosi és az eperjes melletti északi sóbányák bírtak jelentőséggel. A sóbányászat területe és így a történelmi só útja döntően a történelmi Magyarország északkeleti vármegyéit jelentette, melyek ma négy ország területén helyezkednek el. Máramaros vármegye nagyobb része a mai Romániában van, de a legfontosabb bányák és a történelmi bányavárosok napjainkban Ukrajnában találhatóak. A középkorban több település is meggazdagodott, ha olyan termékekkel rendelkeztek, melyeknek igen nagy kereslete volt. A só elsőrangú életszükségleti cikként szerepelt. Nagyon konkrétan meg tudjuk mondani, hogy hol voltak a só lelőhelyek. Az egyik Erdély. Ez mindenki számára, megint azt tudom mondani, ez olyan dolog, hogy mindenki úgy, ha kősóról beszélünk, akkor Erdély fog beugrani, akár Torda, ahol már annak idején a rómaiak is bányázták a sót, akár a Székely-sóvidék, amely manapság is nagyon kedvelt a turizmus szempontjából is. Ez az egyik. A másik máramaros, a térségünkben, itt a Felső-Tisza-vidéken, ahol mi élünk, itt is mindenki számára azért egyértelmű, meg már hallott arról, kicsit is foglalkozott történelemmel, hogy Kárpátalján, a ma Kárpátaljának nevezett terület, mert az különben Észak-Kelet Felvidék, vagy Észak-Kelet Magyarországnak mondták annak idején. Szóval hogy a mai Kárpátalja területén volt nagyon komoly sóbányászat és sókereskedelem. Máramaros volt a másik nagy központ, és aztán Eperjes felett szintén létezett egy só, csak az annyiban más volt, hogy ez nem kősó volt, hanem ott egy olvadék só, tehát hogy úgy kell elértenünk, hogy egy folyékony állapotban lévő sós vizet fognak majd desztillálni, és akkor a lerakódott sót fogják majd forgalmazni. Illetve, amiről nem beszélünk, mert tőlünk messze van, meg távol van, de a tengeri só forgalmazása is Horvátország, Dalmácia, Szlavónia területén jellemző volt. Úgyhogy amikor annak idején azon kellett elgondolkodni, hogy hogyan fogjuk igazgatni ezt a só kereskedelmet, hogyan fogjuk szabályozni mondjuk a sóbányászatot, vagy hogyan kerül ez majd a fogyasztókhoz el a só, akkor ezt figyelembe kellett venni, hogy négy nagy központja van a magyarországi kősónak, kő- és tengeri sónak, és ezt kell egy közigazgatási egységbe szervezni. Ez Magyarországon már az első forrásaink a 13. századból egyértelműen jelzik azt, hogy itt az állam, a királyi hatalom, a központi hatalom lesz abban érdekelt, hogy megpróbálja a só kereskedelmét, a só bányászatot szabályozni. Az úgynevezett Beregi Egyezmény 1233-ban az egyháznak jogokat ad a só forgalmazásával és a só bányászatával kapcsolatban, és akkor innentől kezdődően, tehát itt a 13. századtól kezdődően nagyon plasztikusan kirajzolják az oklevelek, illetve az egyéb más források azt,
hogy hogyan is működik ez a só bányászat, vagy mondjuk talán ez így jobb, hogy a só közigazgatása, a bányászat és a kereskedelem közigazgatása. A döntő dátum talán a legfontosabb. Persze ez egy kicsit furcsa megint, hogy beszélünk egy 7-800 évről, és akkor mondunk egy dátumot, de ez mindenképpen fontos. 1397, luxemburgi Zsigmond. Ekkortól kezdődően egyértelműen ki lehet azt már tapintani, hogy egy, az államnak szüksége van arra a jövedelemre, ami a só illeték, így hívja a korszak is, ami a só illeték ad majd az államkincstár számára. Ezért hajlandó arra az állam, hogy egy közigazgatási egységet hozzon létre, ezek lesznek a sókamarák. Későbbiekben és a következő évszázadok is így fogják hívni ezt a hivatalt, ami majd a sóval foglalkozik, hogy sókamara, és aztán ennek lesz a vezetője a Kamara Ispán, aki az egész Magyarország területén a sóbányászatot és a sókereskedelmet felügyeli majd, és ez a Kamara Ispán közvetlenül a királynak tartozik felelősséggel. Tehát nem a tárnokmesternek, aki elvileg a logikánk szerint a magyarországi pénzügyeknek lenne a vezetője, nem oda fog tartozni, hanem közvetlenül a király alá tartozik, mindegy jelzi azt, hogy az a jövedelem, ami itt képződik. Hát ha átlagot akarok mondani, hogy csak hogy érzékeljük a jövedelmet, ez azt jelentette, hogy mondjuk luxemburgi Zsigmond és Mátyás időszaka között, ez úgy nagyjából a magyar államkincstár jövedelmének a 10-12, néha esetben a 14%-át tette ki. Tehát, hogy ez az ország egész jövedelmének egy jelentős hányada, ami a kő-só bányászatából, kereskedelméből az államkincstár számára, vagy az államkincstár hozzáfér. Az államhatalmak már a középkorban megszerezték a nemesfémbányák mellett a sóbányákat, és a regálék között fontos szerepet játszott a só egyedárusításából befolyó királyi jövedelem. A történelmi Magyarországon ez a jog a 15. század közepére fejlődött ki, amikor az 1492. évi 32-es törvény egyértelműen kimondta, hogy minden sóbánya a király tulajdona. A kitermelt sót részben vízi utakon, részben tengeren szállították. Az uralkodó valakit kedvezni akar. Mondjuk azért akar neki kedveznie, mert a hadászatban, a katonai szervezetben fontos számára. Vagy fontos számára azért, mert a normát, a normarendet áramoltatja a közösség számára. Vagy fenntartja a városoknak a közigazgatását. Tehát nagyon sokféle dolog lehet, hogy miért fontos egy uralkodónak bizonyos fajta korporáció vagy intézmény. Ebből a szempontból akkor az uralkodó elkezd. Általában azért hozzá kell tennünk, hogy a középkori uralkodóink, nem csak a miénk, hanem általában Európában mindenhol, nem pénzben fizet. Tehát azt nem fogja megadni, hogy pénzben fizet, hanem akkor szétnéz az államigazgatásban, szétnéz mondjuk a gazdaságvilágban, és akkor meghatározza azokat a dolgokat, amiben kedvezményeket ad. Kevesebb adót fizessünk, vagy az egyház ugye megkapja, hogy saját maga kereskedhet a sóval. Ez egy nagyon fontos dolog lesz, mert ugye a jövedék az hozzáfut be az egyházhoz, és ettől kezdődően erről az államkincstár lemond, tehát az uralkodó lemond erről a jövedelemről. Tehát alapvetően az egyház azért ennyire fontos itt számára, mert hogy az egyházon keresztül tudja az uralkodó az érdekeit érvényesíteni. A királyi kamara igyekezett a sót mindenhova eljuttatni. Az ország egész területén sóraktárakat szerveztek, lehetőleg a közlekedési utak mellett. Ezeknek a feladata a vármegyék só szükségletének fedezése volt. A kora újkorban, mert arról azért mondanom kell, hogy persze a klasszikus virágzó Magyarország időszakában, mondjuk ezt úgy kell értenünk, hogy Mátyás haláláig, de tényleg a só az egy nagyon stabil jövedelem az államkincstár számára. Aztán, ahogy jönnek a jagellók, kettő is egymás után, meg hát értem szerint jön a török korszak, akkor azt gondolnánk, hogy mivel az államhatalomnak még több jövedelemre van szüksége, jobban odafigyel a kősóra, holott a forrásaink viszont közlik velünk, hogy pont az történik a jagelló korszakban, hogy a jövedelmekben, bár szintén megvan ez a 10-12%, hogy ennyi befut az állam számára, de azt írják már a forrásaink, hogy az államnak annyira nincs jövedelme, hogy például nem tudja a sóbányászatot, vagy a bányák állapotát már javítani. Azt hozzá kell tennünk, hogy a bánya állapotokban a legfontosabb a sóbányászatban, vagy a kősóbányászatában a víz. Ez a legnagyobb ellenség. És hát több követi leírás is ír arról, hogy annyira gyenge az állam,
hogy már egyszerűen műszaki eszközöket nem tudja arra biztosítani, hogy a meglévő bányákból a beszivárgó vizet, ami értem szerint ugye feloldja a sót, és így beomblasztja a bányákat, hogy azt kiszívják. Vagy nem tudja azt biztosítani, hogy elvigyék a bányától a sót, mert nincs már jövedelme. Tehát a magyar állam tönkre megy, itt a jagelló korszakban olyan nagy kihívásoknak kell megfelelnie, hogy már nincs annyi jövedelme, hogy kifejezetten a sóbányászattal is foglalkozzon. Úgyhogy úgy, a jagelló korszak az egy kaotikus állapot. Amikor majd jönnek a Habsburgok, első Ferdinánd, vagy Magyarország királya lesz, ők lesznek azok, akik átlátják azt, mögöttük egy birodalom van megfelelő forrásokkal, átlátják azt, hogy a kősúra természetesen szükség van. Na és ezt csak azért akarom mondani, mert ekkor születnek meg azok a törvények, amelyek meghatározzák azt, hogy hogyan is történik a só forgalmazása ebben az új szituációban Magyarországon. És akkor ugye itt szerepel az, hogy a felső Tisza vidékén ott a máramarosi sót fogják majd forgalmazni, még a Tiszának a déli részén, tehát a folyásnak a déli részén pedig az erdélyi sót fogják majd forgalmazni, a Dunántúli részeken pedig a tengeri sót fogják majd forgalmazni, a felvidéki részeken pedig engedélyezik az eperjes környéki sók forgalmazását. Szóval egyrészt van egy közigazgatás. Be van osztva az ország közigazgatási egységekre. Nem kell ilyen nagyon komolyan vennünk, tehát ne gondoljuk azt, hogy aztán tényleg mindenhol ott posztoltak a rendőrei, és akkor nézték, hogy honnan, hova jut a só, de azért ez azt jelentette, hogy beosztották gazdasági körzetekké a királyi Magyarország területét, és akkor azokon, ugye ez egy szűkebb terület, mert hogyha csak a felső Tiszavidék, meg felvidéken lehet forgalmazni a máramarosi sót, azért persze itt is vannak több száz kilométeres kereskedelmi utak, de ez már nem az egész történeti Magyarország területe. A másik, ami nagyon fontos itt a só hozzáférésnél, folyók. A folyók szerepe. Ma már egészen más, nehéz elképzelnünk azt, hogy mennyire élő dolog volt a folyó. Mert hogy a szállítás szempontja, ma már nincs. Ma már persze a modern technológia sokkal gyorsabban, nagyobb tömegben megoldja az áruszállítást, így nincs szükség igazából a folyóvizeken a szállításra. Na de hát pont a só, pont a kősó az, ami mutatja mondjuk a Tisza szerepét, hogy alapvetően, ha 18. századi gazdasági térképeket nézünk, ahol nagyon sokszor jelzik azt, hogy milyen áru tömeget szállítanak a Tiszán, vagy a folyóvizeken, akkor azt lehet látni, hogy például a térségünkben a kősó, hát több mint 90%-a az a Tiszán szállítják majd, értelem szerint Máramaros irányából, aztán itt Tiszaújlak szemben, hogy akkor a mai oldalon ugye Tiszabecs, ott fogják majd a ruszinok eladni a sót, ott már átveszik akkor a szatmáriak, ők is a Tiszán hozzák le, és akkor itt környékünkön a legnagyobb ebből a szempontból, tehát ugye a közigazgatási szempontból, az Tokaj. Az egyértelműen. Mert hogy az a bizonyos sóhivatal, ami sokszor szerepel így a mondásokban, az arra utal, hogy ez egy nagy hivatal, ahol rengeteg-rengeteg bürokratikus dolgoknak kell megfelelni, hiszen gondoljunk bele, itt illetékek vannak és adók, az manapság se könnyű eligazodni az illetékek és az adóknak a tengerében. Szóval, hogy itt ezért ez egy nagyon bürokratikus hivatal volt, nagyon nehezen lehetett elintézni dolgokat, mert az állam ugye meg nem is nagyon szeretett kedvezményeket adni, hiszen akkor a saját jövedelméről mondott le. Szóval az a bizonyos sóhivatal, az erre utalna, hogy a sóhivatal az egy nagy tekintélyű, az államhatalmat jelképező, nagy jövedelmű intézmény volt, és itt a környékünkön, ha szétnézzünk, akkor csak azt tudom mondani, hogy az Tokaj. Tokajba áll is a kamarai épület, tehát meg is lehet nézni a Dezsőfi kastély, ami néven szerepel, az egyik, ha szembeállunk magával az épülettel, a baloldali volt a sóhivatal, a jobboldali pedig a szolgálati lakások. Mert hogy ennek a bürokráciának, aki igazgatta a só közigazgatását, lakni is kellett valahol, úgyhogy úgy építették fel, hogy a hivatal mindig kiegészült szolgálati lakásokkal is. Ez Tokajban ma is látható. A megye 5 településén elhelyezett sószobrok állítanak méltó emléket a hazai sóútnak. Vásárosnamény a vízi szállítás egyik csomópontja volt, a Tiszán és a Szamoson szállított só a településen keresztül haladt át. Tiszabecs a szekeres sószállítás kiinduló pontja. Szemben a Tisza másik oldalán lévő Tiszaújlak a máromarosi só legfontosabb lerakata volt. Csenger a szamosi sószállítás egyik fontos helye, a településnek sóraktára is volt.
Nagykáló, Szabolcs megye közigazgatási központja a só elosztásában és tárolásában volt szerepe, míg Nyírbátor a klasszikus sóút mellett feküdt. Hosszú ideig só megállító joggal rendelkezett. A kulturális örökség emlékét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fejlesztési ügynökség, non-profit Kft. Egy határon átnyúló projekt keretében igyekszik megőrizni. A magyar-ukrán határmenti térségben az egykor Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék területén átvezető történelmi sóút kutatására és turisztikai vonzerőként történő helyreállítására nyertek el forrást. A szárazföldi utak évszázadokon keresztül kiépült utak nyomvonalát követték, földrajzilag a legkedvezőbb helyeken haladva. Ezek a sóútvonalak később a postautak irányát is meghatározták, majd a 19.-20. Században a legfontosabb főközlekedési utak lettek. Azonban 1867-ben érdekes változások történtek, és a vasút megjelenésével új irány vette kezdetét a sókereskedelemben is. Kapitalizmus. Tényleg nagyon egyszerűen le tudjuk zárni ezt a dolgot, de ez így van. Bejött a kapitalizmus. A kapitalizmus ez egy más világ. Tehát ott minden megváltozik majd. Egyrészt szabad piaci forgalma lesz a sónak, tehát ettől kezdődően bárki. Eddig kötött forgalma volt a sónak. Az uralkodó meghatározta azt, hogy kik azok, akik részt vehetnek a forgalmazásban és a bányászatban. Amikor azt mondom, hogy szabad piac, hát az azt jelenti, hogy akkor bárki mondjuk Dunántúlról jön egy kereskedő, és fogja, megvásárolja a bányánál a kitermelt sót, és ő majd elviszi. Ettől kezdődően a sóára ugye radikálisan csökken. A másik fontos dolog, hát a technológia, a gépi technológia. Ahogy megjelenik majd a bányászatban is a gépi technológia, a szállításban pedig hát értem szerint, amikor kiépül a vasúthálózat, attól kezdődően sokkal olcsóbb, nagyobb tömegben lehet a sót már forgalmazni. Úgyhogy azok a hagyományos, klasszikus utak, amikor tényleg beszéltünk, vagy akár a végigmennénk ott a folyók mentén, akkor azok eltűnnek, hiszen már a vasútépítésnek egy más logikája van, más logika szerint szerveződik, nem kötődik annyira a természeti tájhoz, hanem egyéb más, tehát ugye nagyvárosokat kell összekötni, könnyen, gyorsan, elérhetővé kell tenni. Az a típusú sóhasználat, az a típusú sókereskedelem, ami a történelmi Magyarország egészen jellemző volt, az itt pillanatokon belül eltűnik. Mert a kapitalizmusnak ez egy nagyon fontos sajátossága, hogy hamar legyilkol mindent. A praktikum, hát ez egy praktikus világ, ezért minden praktikusan gondolkodik, nagy tömegben gyorsan lehessen szállítani, nagy tömegben lehessen bányászni, minél olcsóbb legyen, tömegtermelése legyen, ettől kezdődően a hagyományos lassú modell az eltűnik. Nem versenyképes, nem piacképes. Ezt amúgy írják többen is, hát amikor ott persze, amikor elkezdődik az egész dolog, hogy akkor felső Tiszavidéken hol legyen a vasút, hogyan történjen ez a dolog, és sokan fogják azt mondani, hogy igenis legyen vasút. És hogy akkor tényleg, mert hogy gyorsabban lehetne hozzájutni az anyag. Sokan meg azt írják, na jön, ha itt lesz a vasút, akkor azok, akik eddig sókereskedelemmel foglalkoztak. Aztán akik a sóbányászatban érdekeltek voltak. Ezek rosszul fognak járni. Nem lesz annyi jövedelmük. Lehet, hogy nem is kéne nekünk a vasút. És akkor ő is kifejti a nézeteit ezzel kapcsolatban. Tehát itt ezért egy nagyon élénk vita van arról, hogy akkor mi is történjen majd meg. Persze hát az idő, az meghozza a választ, hiszen egyértelmű, hogy mindenki gyorsabban akar haladni, mindenki nagyobb mennyiséghez, mindenki olcsóbban akar hozzájutni ez a dologhoz. Tehát nem a kapitalista gazdasági modellnek nem volt alternatívája, de azért sokan elkezdik majd lajstromozni azt, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz, és ezért kialakul egy, hát el tudom mondani, egy több évtizedes vita. Ráadásul itt még annyi pikantériája van a dolognak, hogy merre haladjon az útvonal. Ez sem mindegy, mert vagy Nyíregyházan lett volna az egyik esélyes, ugye az, hogy akkor az északkeleti részeket az Alföld irányába bekötni, az Nyíregyháza, de hát nem ez lesz majd, mert Máramaros irányából Debrecen felé fogják bekötni majd őket az országos vasúti hálózatba, és akkor így nem Nyíregyháza lesz a fővonala a kárpátaljai közlekedésnek, hanem akkor Debrecen és Máramaros irányából lesz majd a bekötése a vasútnak.
A kárpátaljai vasútvonal teljes hálózata 1872 és 1919 között alakult ki. A Pesti Naplóban nagy viták dúltak a vasút irányának meghatározásáról, hogy Debrecen vagy Nyíregyháza városa fele haladjon az útvonal. A Nyíregyházáról, illetve a Debrecenből kiinduló vonalak közül utóbbi valósult meg oly módon, hogy Szatmárnémetin keresztül érte el Máramaros-szigetet. Igazából a legjobb megoldás születik meg, mert azért sokan leírják, amit azért Janka szeret elhallgatni, sokan leírják azt, hogy azért jóval nehezebb lett volna megoldani egy kárpátalja vásárosnami Nyíregyháza vonalat, mert hogy itt a rengeteg folyószabályzás kellős közepén vagyunk. Tehát az még szintén nem a mostani Magyarország, tehát ott még a Túr, a Tisza és egyéb más folyóknak a lábvidéke, mocsárvidéke, azt szabályozni kell. Nos, ha ezen keresztül kell vinni egy vasútvonalat, hát ezért nem volt például szárazföldi, vagy ezt úgy hívják, hogy ugye kerekes sószállítás, mert nem lehetett a térségben, Szatmárban, Szabolcsban nem lehetett rendesen haladni, hiszen mindenhol lápok voltak, mocsaras területek. Lehetett mikor? A januárban. Vagy februárban, amikor befagyott minden. És ennyi. Tehát a logika nem azt mondta volna, hogy akkor Nyíregyháza és Kárpátalja, hanem a logika azt adja, hogy kikerülve ezeket a nagyon-nagyon mocsaras, lápos, folyó által uralt területeket, és akkor Debrecen irányába épül meg a vasútvonal. Tehát megint azt tudom mondani, hogy realizmus, pragmatizmus, az fontos abban, ha egy gazdasági, vagy egy új gazdasági modellt építünk ki, ez érvényesült itt a Kősónál is. Tehát kevésbé a lokális érdekek, kevésbé a lokális értékek, hanem hát a praktikum lesz a meghatározója a vasút kiépítésének. A vasút behálózta a máramarosi térséget, és a személyszállításban, valamint az áruforgalomban alapvetően megbízhatóan működött. Ezt a helyzetet drasztikusan változtatta meg a 20. század vérzivataros időszaka. Talán ugye a történeti Magyarország szétesése azt hozza magával, hogy hát egyrészt az egységes közigazgatás is, meg a vasúti rendszer is szétesik, és nem az a logika lesz a meghatározója, ami eddig volt, hanem már itt az utódállamok logikája lesz a meghatározó. Ugye maga Kárpátalja, most már hívhatjuk így, 1918 után egyre elterjedtebb lesz a térségben, ugye ez az Ung, Bereg, Ugocsa, Máramarosnak a Huszt környéki része, ami tartozik ide Kárpátaljához. Szóval, hogy ezen a területen is az a lényeg, hogy ezért kerül majd Csehszlovákiához a terület, hogy itt Románia és Csehszlovákia összeérjen egymással, körbefonja Magyarországot, hogy a két utódállam így a kisantant eredményeképpen körbefonja Magyarországot. Ez azt jelenti értelem szerint, hogy akkor Magyarország irányába megszűnik itt a kereskedelem, vagy nagyon erőteljesen visszaesik majd, és akkor a vasútvonalak mentén Románia, tehát mondjuk azt tudom mondani, hogy Szatmárnémeti és Kassa között jobb volt a közlekedés, mint mondjuk Nyíregyháza és Kassa között a közlekedés, vagy Nyíregyháza és Szatmárnémeti között, mert az még hagyjám is, mert az viszonylag közel van, de mondjuk Szatmárnémetiből nagyon könnyű volt eljutni Kassára, míg alapvetően mondjuk mostani Nyíregyházáról, ha Kassára akartunk jutni, akkor sokkal nehezkesebben tudtunk közlekedni. Szóval, hogy a modern nemzetállami logika felülírt mindent, átírt mindent, és akkor ez a típusú modell, ami itt kiépült, hát egy olyan 7-800 év alatt, az teljes egészében elvész. És ma már ennek csak, tényleg csak a nyomait tudjuk megtalálni. Magában Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez kevesebb, mert úgy kell elképzelnünk, mint egy olyan területen vagyunk, ahol így átömlött a só. De a Máramarosban, ahol a bányák vannak, az ehhez köthető városok, mert azért ne felejtsük el, hogy ott azért egy városi kultúra is létrejön Máramarosban, ami erre épül, ehhez aztán értelem szerint tevődik majd népesség, hivatalok, ehhez köthetők majd emlékek, hagyományok, kultúrák is, tehát ott azért egy ilyen nagyobb, veretesebb emléke van ennek a hagyománynak. A mi emlékeink egy picit kis, mondjuk így, hogy véknyabbak ebből a szempontból, mert rajtunk keresztül áll, amik a só, és nem mi termeljük, nem mi hozzuk létre. Ezért nagyon-nagyon kevés olyan igazi jó emlékünk maradt meg, amin keresztül szépen lehetne modellizálni ennek a sónak a társadalmi szerepét.
Kárpátalján a trianoni béke hasonlóan politikai érdekek mentén szakította szét az évtizedek alatt megépített hálózatot. Az első világháború után Erdély elcsatolása miatt a magyarországi sóellátás teljes egészben importra szorult. Az erdélyi és máramarosi sóbányák középkorú eredetű művelési technikáját az első világháború után a román államigazgatás újjászervezte. Ekkor vezették be a robbantásos sókitermelést, aminek következtében a nagy hagyománnyal rendelkező magyar sóbányászat végleg történelmi emlékké vált. A só egyrészt leértékelődik, a modern mezőgazdaság már más típusú, már nincs úgy jelen az élelmezésben a só. Másrészt pedig, hát azért, ha csak most nagyon, ha fókuszálok csak a mai Ukrajnára, persze máramaros miatt, vagy a máramarosi sóbányák miatt, akkor látnunk kell azt is, hogy hát ott már nagyon-nagyon szűk a só kitermelés, mert elsősorban olyan területekről hozzák majd a sót Ukrajna belül, amelyek könnyebben hozzáférhetőek, lehet, hogy rosszabb minőségűek, mert a máramarosi só az kifejezetten jó minőségű, csak hát nehéz kibányászni. Nem is a bányászat a lényeges ennek a dolognak, hanem utána a bánya fenntartása, utána a állandó műszaki rendbetétele, az mind olyan nagy energia, meg erőforrást igényel, hogy az állam erre már nem nyitott, nem hajlandó, és akkor egyéb más területekről, az országnak egyéb más területeiről hozzák a sót, olcsóbban, nagyobb tömegben, így értem szerint ez egész kultúra, ami erre épült. Akár életformák, akár tényleg hagyományok, szokások. Ez azokkal, akik majd elhagyják itt utoljára itt a bányászatot, azokkal együtt ez az egész világ el is vész, és más lesz helyette. A sóbányászat szerepe nem csak kereskedelmi célokat vagy megélhetési szerepet töltött be a közösség életében, hanem motorizálta az emberek mindennapját és hatást gyakorolt számos területen, nyomot hagyva a néphagyományokra, kultúrára, szokásokra. A só történelmi útvonalát iparművész által elkészített szobrok jelzik. Érdemes ellátogatni az egykori só útvonalak kiemelkedő pontjaira és történelmi időutazást tenni, kultúrelméleti szempontból pedig érdemes a következőket figyelembe venni. Olyan környezetben lehet jól megőrizni a hagyományokat, és olyan környezetben lehet ezeket megélni, hogyha öntudatosak vagyunk, tehát saját közösségünkön belül öntudatosan felvállaljuk azt, hogy mi milyenek vagyunk, és aktívak. Az aktivitás nagyon fontos, hogy ki tudjuk fejezni önmagunkat, hogy azokat az értékeket, amiknek fontosnak tartunk, amellett kiálljunk. Tehát ne passzívan sodródjunk a történelemmel, vagy bármivel, az idővel, ne passzívan, hanem a öntudatos, aktív hozzáállás fontos az ilyen kérdésekben.